Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Én Lappincs Levente vagyok, és ma pedig futballal fogunk foglalkozni, de nem az európai futballal, hanem annak a tengeren túli változatával, tehát az amerikai focival, hiszen a mai vendégünk a Győr Sharks alelnöke, Baldóf Attila. Üdvözöllek! Üdvözöllek, én is köszöntöm a hallgatókat. 2004-5 környékén, ha jól emlékszem, akkor láthattunk először Magyarországon amerikai foci közvetítéseket, és akkor indult egy mozgalom, hogy középiskolákba eljártak csapatok bemutatókat szervezni. Én is kipróbáltam, négyszer hembörögtem a hátommal, mint a cserebogár, úgyhogy rájöttem, hogy ez nem az én sportom. Te is kipróbáltál előtte más sportokat? Igen, én gyerekkoromban labdarúgást, ugyanúgy, ahogy szerintem Magyarországon mindenki. Én az Etóban voltam ilyen korosztályos játékos. Utána az elektromos pályára kerültem át, az elektromos sport egyesületet. Ők nagyon régóta megszűntek azóta. Így ugye. Van. Hát ebből is látszik, hogy sajnos már nem vagyok egy mai csirke. És utána pedig végigmentem a szokásos kosár, kézi, minden egyéb ilyen ezeken az általános sportokon, amit így mindenki szokott csinálni. Utána belecsaptam a küzdősportokba, próbáltam kungfúzni, meg boxolni, ilyen hasonlókat, illetve 8 évig társastáncoltam, és gyakorlatilag ezek után találtam meg magamnak 17 évesen az amerikai focit, és hát az első pillanattól kezdve berántott, úgyhogy én azóta ezzel a sportággal foglalkozom. Érdekes, hogy mondtad a labdarúgást, a kézilabdát, kosárlabdát, meg talán a küzdősportokat is, hiszen hogyha ezeket összegyúrik, akkor kis túlzással megkapjuk az amerikai futballt. Mindenre egy kicsit szükség van. Gyakorlatilag igen. Tehát az amerikai foci azért egy csodálatos sportág, mert lehetsz kicsi, nagy, gyors, lassú, mindenkinek megvan a saját kis szerepe a pályán. Azt tudni kell, hogy minden más csapatsporttal ellentétben az amerikai foci azért egy szuper vagy szuperebb sportág, mert ha a labdarúgást nézed, ott mindenkinek jól kell rúgnia a labdát. Ha a kosárlabdát nézed, ott mindenkinek bele kell találni a gyűrűbe. A kézilabdánál mindenkinek jól kell dobnia a labdát, ez pedig egy olyan sport, ahol valaki csak dob, valaki csak elkap, valaki csak fut, valaki csak ütközik, valaki soha nem találkozik a labdával, valakinek az a dolga, hogy elkapja a labdást. Tehát minden olyan sportág össze van gyúrva, és különböző posztokra ki van helyezve, hogy bárki megtalálja magának a megfelelő posztot. Igen, egy nagyon komplex sport, és szerintem velem együtt nagyon sokakat ez egy darabig elriasztotta a nézését, hiszen nem értettük európaiként, hogy mi is történik. Aztán persze, ha az ember fektet bele egy kis energiát, akkor rájön, meg lehet érteni, de picit alapvetően az amerikai sportok az európai embernek egy kicsit értetetlenek, hiszen az amerikaiak a nagyon nagy show elemekkel tarkított rendezvényeket szeretik, ezért tart mondjuk 4 órán keresztül egy Super Bowl, amit nem biztos, hogy mindenki meg tud nézni. Ettől függetlenül rengeteg embert, ahogy te fogalmaztál, berántott ez a sportág, és készülnek rá, szabadságot vesznek, és nézik. Igen, igen, alapjáraton nem annyira bonyolult ez a sport, mint aminek elsőre tűnik. Tehát, hogyha valaki leül, elkezd nézni egy mérkőzést, és mondjuk odafigyel a kommentátorokra, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt rá lehet jönni a játék lényegére. És hogyha ez az alaplényeg megvan, hogy milyen szempontok alapján hova és meddig kell eljutatni a labdát azért, hogy újra próbálkozhassanak vele, ez nagyon hamar megvan, akkor onnantól kezdve teljesen élvezhető a játék. Nagyon sok szabály van, de ugye minden szabálytalanságnál a bírók elmondják, hogy mi történik, és ezt a kommentátorok le is fordítják. Ez a hazai mérkőzéseken is így van, tehát hogyha Magyarországon valaki kilátogat egy amerikai foci mérkőzésre, akkor szinte kivétel nélkül az összes hazai mérkőzésen van kommentátor, aki ugyanúgy elmondja, hogy éppen mi folyik a pályán, és hogy éppen milyen büntetés történik. Azt jól tudom, hogy minden első osztályú mérkőzésről van livestream, tehát élő közvetítés. Így van, és nem csak az első osztályúakról, hanem gyakorlatilag az összes felnőtt osztályban, tehát az első, másod és a harmad osztályban is vannak streamek. Ezek YouTube csatornán érhetőek el, a szövetség általi YouTube csatornán, illetve a klubok saját csatornáján. Ugye ott is minden helyszínen van kommentátor, minden helyszínen van
körülbelül két kamera, valahol több. A mi idei meccseinket valószínűleg, hogy jóval több kamerával fogják venni, hiszen forog rólunk egy dokumentumfilm, de a livestreameket bárki meg tudja nézni folyamatosan a mérkőzésekkel egy időbe a YouTube csatornákon. Mielőtt kitérnénk erre a dokumentumfilmes történetre, most puskáznom kell, te outside linebacker, jól ejtem, jól mondom? Igen. Voltál, tehát ez volt a posztod. Mondjuk ez mit jelent? Hát én arra kellett, hogy leginkább figyeljek, hogy a szélső futásokat meg tudjam fogni. Ami azt jelenti, hogy a támadó sorban van egy futójátékos, akinek a kezébe adják a labdát, és ő nem a nagy emberek között kezd el cikázni, hanem gyakorlatilag kivágva a szélére kell yardokat szereznie, és az én elsődleges feladatom az, hogy ezeket a szélső futásokat minél előbb megfogjam. Egyébként ez mennyire durva sport, mert sokaknak annak tűnik, de azért, hogyha egy 41-2 éves Tom Brady még a csúcson tudott teljesíteni pár éve, akkor azért nem feltétlenül van benne mindenki a darálóba. Hát igen, ugye pont itt a testi adottságok és az egyéb hozzáállások miatt ugye mindenkinek más a posztja, és igen, vannak a nagyfiúk, akik folyamatosan ütik, vágják egymást, de vannak olyanok a szélén, akik azért jó sokáig el tudják húzni, vagy akár az irányítók. Tehát a Tom Brady példájából is látjuk azt, hogy azért 40 pluszosan is lehet top teljesítményt hozni az NFL-be, ami azért nagyon durva, hiszen azt gondolom, hogy az NFL az egyik leginkább olyan liga, ami az emberi testet igénybe veszi. Viszont visszatérve itt a sérülésekre, én 19 évet játszottam, és soha semmim nem volt eltörve. Persze volt bokaszalag szakadásom, de nekem nem volt semmi olyan elképesztően nagy történetem, amivel itt riogatják folyamatosan az embereket. Én egy kicsit túlzónak érzem, és ez egy ilyen nagyon rossz sztereotípia az amerikai focival szembe, hogy ha valaki pályára lép, akkor azt azonnal elviszi a mentő. Nem érzem azt, hogy ennek így kellene lennie. Igazság szerint biztos, hogy nincsen így. Annyit talán, hogy kicsit árnyaljuk a dolgot, hogy nagyon sok ex-focista, aki már visszavonult, ugye gondolom a nagy fiúk közül, igen, azért sokan fejsérüléssel, stb. Diagnosztizálják őket későbbi időpontban, de hát ugye akkor már a boxról is beszélgethetnénk, ahol ez meg egy evidens történet. Így van. Tehát azt tudni kell, hogy akiknél az elmúlt időszakban, nem is igazából most, hanem ez nagyjából így a 2000-es évek elején került előtérbe, ugyanaz a betegség került elő náluk, mint a boxolóknál. Amit tudni kell, az, hogy amikor ők elkezdtek amerikai focizni, akkor körülbelül egy olyan sisak volt a fejükön, ami parafával volt kibéleve, én nekem is volt ilyen sisakom. Hát, hogy is fogalmazzak, körülbelül olyan, mintha valaki valóban sisak nélkül futna neki a falnak, tehát ezt a részét megértem. Viszont az elmúlt időszakban, és körülbelül ez a 2000-es évek elejére tehető, olyan szintű fejlesztések jöttek a sisakokban, és olyan szintű előírások vannak, például fejjel nem lehet ütközni. Tehát innentől kezdve a fejsérülések olyan minimálisan visszacsökkentek, és azért hozzá kell tenni, hogy ez profi sportolók esetében történt, ami azt jelenti, hogy ők 8 éves koruk óta, 40 éves korukig napi szintű agyrázkódást kaptak a parafa sisak, tehát a parafa bélése sisaknak köszönhetően. Pontosan ugye az élsport bármennyire is jó, és egy hatalmas nézhető show műsor, azért az nem esik bele az egészséges sportolás kategóriába. Igen, de azért mondom, tehát a 2000-es évek óta erre az NFL és az egész amerikai foci társadalom rettenetesen ráfeküdt, és nagyon figyelnek arra, és folyamatosan évről évre változnak azok a szankciók, amikkel a védők támadhatják a támadó játékosokat, illetve tekkült csinálhatnak rajtuk, folyamatosan egyre kevesebb módszerrel vihetik le őket a földre, és ezzel kiküszöbölik a sérüléseket, és leginkább a fejsérüléseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a modern amerikai focira ez már nem lesz jellemző. Említetted a dokumentumfilmet, ez mi lesz? Hát most forog rólunk egy dokumentumfilm, aminek itt a fő kitalálója Bácskai Bálint. Ő neki egy ilyen filmes kis cége van, és ő ezzel foglalkozik amúgy is. Ő régen egy
kereskedelmi tévécsatornánál volt, mint vágó, és ő alapjáraton amúgy filmezéssel foglalkozik, és ő mint játékos volt tavaly nálunk, és az idei évet ki kell sajnos hagynia, és azt gondolta, hogy ő azzal tudja a csapatunkat segíteni és támogatni, hogy elkezdünk egy ilyen dokumentumfilmet forgatni az Egyesületről. Nagyon jó minőségben, nagyon jó kamerákkal, és nagyon, tényleg nagyon profi módon ennek egy-egy villanatát a Sharks Facebook oldalára mindig fel is tölt ilyen kis videók formájában. Úgyhogy nagyjából így néz ki most ez a történet, ezért lesz több kamerával felvéve a szezon meccseink nagy része, hiszen abból is össze fogja vágni. Ez a dokumentumfilm gyakorlatilag az Egyesületről és az Egyesületben dolgozó amerikai játékosokról fog szólni, illetve terveink között szerepel, hogy kiutazunk Botihoz, aki első olyan magyarként kijutott Győrből ráadásul. Varga Botond? Igen, ugye? Varga Botiról beszélek, aki egy ösztöndíj program keretében kijutott Amerikában, és 4 éven keresztül egy amerikai középiskolában fog tanulni és amerikai focizni, és már most az első éve végén 6-7 nagyon-nagyon jó nevű egyetemtől kapott ösztöndíj ajánlatot, hogy folytassa Amerikába a tanulmányait, és hogy az egyetemet is kint végezze el. Ezek között van olyan egyetem, ahonnan draftolnak az NFL-be. Tehát lehetséges, hogy mondjuk egy 5 év múlva őt látjuk. Hát nem 5, de... Több vagy még kevesebb? Több, mert ugye ő neki 6 év, tehát most kezdi még a középiskolába a 2., 3., 4. osztályt, onnan fog feljutni az egyetemre, de mondom, már most van neki ösztöndíj ajánlata. És hogyha mondjuk a Duke-ot választaná, a Duke-ról rendszeresen draftolnak az NFL-be. Ott ugye még 4 évet kell nyomnia, és igazából jelen pillanatban ő az egyetlen olyan magyar, akinek valami minimális fénysugár is van az alagút végén azzal kapcsolatban, hogy mondjuk NFL karrierre törhessen. Hogyha kutatok az emlékeimbe, azt tudom, hogy edzőként volt több magyar is az NFL-nél. Igen. A kezdetekkor is, illetve nagyon Igen. nagy nevek, de játékost magyar származású talán csak egyet tudok mondani, egy felvidéki magyart, akinek most nem biztos, hogy eszembe jut a neve. Húha, ő egy rúgó játékos volt a New Englandbe, hát most megkövezhetnek a hallgatók, de sajnos nekem sem ugrik be a neve. Hát hogyha ez nem így van, akkor tévedek, de én úgy emlékszem, hogy Meskó. Meskó, így van, ő. Őróla van szó. Tehát azért igen. Nem egy gyakori jelenség, hogy valaki oda kerül Magyarországról, vagy akár Európából is. Európából most már egyre többen, tehát az NFL-nek direkt van egy ilyen európai története, amit nyomnak pont azért, hogy minél többen kijussanak. Most a legutóbbi nagy név, amit nagyon felkaptak, egy angol rögbis, profi rögbis, és az NFL-nek az európai programjára jelentkezett a draftra, és eszméletlen teljesítményt nyújtott, és azonnal kapott egy ajánlatot. Ilyen válogatók ezek szerint itt is vannak a környékünkön? Londonban vannak, ha jól tudom, ezek a válogatók. Ezek általában meghívásos alapon működnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az adott kluboknál lévő amerikai játékosoknak van valami kontaktjuk, és akkor ők protezsálják be a játékosokat. Itt már volt több magyar is. Úgyhogy reméljük, hogy azért előbb-utóbb oda kerülhet valahogy egy magyar az NFL-be. Ugye Ausztriából már többen is voltak kint, illetve hát most árgó szemekkel figyelik az európai NFL-t, gyakorlatilag ezt a European League of Football nevű ligát, ahol gyakorlatilag Európa legjobb játékosai vannak, és van egy magyar vonzata ennek a történetnek, hiszen a Fehérvár Entronersnek van ebbe a profi ligába csapata, úgyhogy gyakorlatilag az egész magyar válogatott jelen pillanatban ott van kis túlzással Fehérváron, plusz elképesztő jó importokkal, és hát ott nagyon durván minőségi focit lehet látni, hogyha valaki NFL szemnek tehát NFL szemmel nézi a dolgokat, akkor ő is élvezhető, nagyon-nagyon élvezhető mérkőzések vannak. A ti meccseitekre hányan járnak ki körülbelül? Hát, az a baj, hogy nálunk a szórás az nagyon nagy.
Nekünk volt olyan mérkőzésünk, ahol 2500-an kín voltak. Azért ez egy nagyon szép szám. Igen, tehát több ilyen mérkőzésünk is volt, például amikor az elektromos pálya volt a saját otthonunk, mielőtt ugye az állatkert birtokba vette, akkor volt nekünk több olyan mérkőzésünk, ahol 1500-as nézőszámot tudtunk generálni, sőt, ott volt olyan kereskedelmi tévécsatorna, ami élőbe adta a mérkőzéseinket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van ebbe ráció, viszont mióta mi nekünk nincs saját pályánk, és gyakorlatilag 6 éve hát ilyen számkivetetként sodródunk jobbról balra, és éppen ott játszunk, ahol tudunk. Most jelenleg az első osztályú csapatunk az Nyulon játszik. Nagyjából ilyen 100+ nézőszám jön ki. Igen, azért az nagyon fontos minden csapat, minden sportág szempontjából is, tehát tök mindegy, hogy az amerikai foci kézirod, vagy legyen egy otthonod, és akkor oda tudjon kimenni a szurkoló fixen legalább 2 hetente, amikor hazai meccset van. Így van, hát ez sajnos nálunk egy elég sarkalatos pont, ez a pálya probléma. Ugye nálunk több szakosztály is van, tehát egy elég nagy egyesületről beszélünk, nekünk 250 igazolt sportolónk van 4 különböző szakosztályba. Mi ez a 4 szakosztály, hogyha lejtsünk róla egy-két? Nekünk van labdarúgó csapatunk, a megye 3-ban brilliroznak a srácok. Ők Ikrényben vannak albérletve. Így van, ők Ikrényben vannak, és azért elmondom, hogy aki egy picit képbe van a megye 3-mal, akkor ők egyből tudják, hogy kik azok a győri cápák, hiszen még a Fókusz című műsor is forgatott rólunk. Így igaz, nagyon sok vendég, vagy hát cserediák programban résztvevő egyetemista focizik. Így van, tehát tudni kell, hogy 13 nemzetiségből van összerakva az egyesületünk, ami nagyon-nagyon ritka, és amúgy nagyon ügyesek a srácok. Úgyhogy le a kalappal előttük, tényleg gyakorlatilag időt, energiát nem kímélve folyamat járnak ki Ikrénybe. Van egy cheerleading szakosztályunk. Hát ők éppen, ahol tudunk tornatermet bérelni, gyakorlatilag ők tornateremben vannak. Egyébként, hogy ez szervesen kapcsolódik az amerikai focihoz. Így van, tehát nem véletlenül alakultak meg a lányok, hiszen együtt minden mérkőzésre kijönnek a fiúkkal, gyakorlatilag egy egyetemista közegről van szó, és nagyon-nagyon együtt élnek ezzel az egész sporttal, úgyhogy ők így egymást nagyon tudják erősíteni. Ezen kívül van ugye az amerikai foci szakosztályunk, itt van első osztályú és harmadosztályú, illetve minden kategóriában junior csapatunk. Az első osztályú csapatunk Nyulon szokta játszani a mérkőzéseit. Most a harmadosztályú csapatunk, aki a Divízió 2-ben indul, ők Écsen találtak maguknak, hát találtunk nekik pályát, ahol befogadtak minket, valamint az utánpótlás korosztályaink pedig folyamatosan az agglomerációba szétszórva. Tehát nem volt idén olyan mérkőzésünk, ahol 2 meccset egy helyszínen játszottunk volna, mert egyszerűen mindenkihez igazodnunk kell, éppen az adott klubhoz, pálya, eső, volt olyan junior mérkőzésünk, amit el kellett vinnünk Fehérvárra, egy műfüves pályára, mert 3 hétig szakadó eső volt, és nem tudtak a srácok hol játszani, és ezek óriási problémák, amiket meg kell oldani az egyesületnek. És ezen kívül van egy új szakosztályunk, ami most van alakulóban. Itt a flag focira gondolok. A flag ami ugye olimpiai sportág lesz. Így van, tehát 2028-ban Los Angelesben az olimpián fog bemutatkozni a flag football. Ez az amerikai focinak egy kontakt nélküli változata, egy nagyon pörgős, igazából atlétákra épülő sportág, nagyjából amerikai foci alapokkal rendelkezik, nagyon sokan átjátszanak egyik ligából a másikba, és ez egy újonnan induló sportág, ahol ha mondjuk van egy nagyon jó képességű srác, de ő mondjuk nem élvezi ezt az ütközéses történetet, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy mindenki, aki élvezi az amerikai focit, egy kicsit kattant. Tehát aki nem szereti azt, hogy ütközzön, az annak ez a flag foci az, ami az ő sportja lesz. Egy haverom úgy fogalmazott, hogy a flag foci az tulajdonképpen kergetőzés és a számháború egyvelege, hiszen a zászlókat kell, és közben megkergetjük egymást. Nyilván nem ennyire egyszerű a történet. De nagyjából amúgy nem. Tehát ez egy valóban nagyon egyszerűsített amerikai foci, amit eredetileg a gyerekeknek találtak ki. És ez olyan szinten kinőtte magát, és akkora népszerűségnek örvend Amerikában, hogy erre elkezdtek ráépíteni egy sportot. És például
az olaszok nagyon-nagyon jók benne, hiszen a tavalyi világbajnokságon egy hajszállal kaptak ki az amerikaiaktól, ami egy akkora dolog, hogy... Hogy Amerika egyedül uralkodó ezekből a dolgok. Igen, tehát ahogy mondjuk a 90-es években a kosárlabdában csak Amerika létezett, és mindenkit lemostak, úgy gyakorlatilag ez jelen pillanatban az amerikai focira is érvényes. Viszont egy olimpiára nem lehetett még bevinni az amerikai focit, ezért behozták a flag focit, és hát nagyon reméljük, hogy ebbe a szakosztályunkban is nagyon sok gyerek és felnőtt fog majd játszani. Igen, és hogyha az utánpótlást említetted, akkor azért el kell mondani tényleg, hogy 11 éves, 13, 15, 17 és 19 éves korosztály is van, tehát ez tényleg egy komoly mennyiségű sportoló. Így van, ráadásul a 15 éves korosztályunk idén, illetve ugye az előző szezonban bajnok lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy Győr egy nagyon-nagyon jó hely arra, hogyha valaki amerikai focizni szeretne, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogyha valakinek van kedve, akkor az nyugodtan keressen meg minket, és jelentkezzen hozzánk játékosnak. Vannak toborzásaitok? Vannak folyamatosan toborzásaink, ezek a Facebook oldalunkon megtalálhatóak, gyakorlatilag nem feltétlenül kell egy toborzó napra eljönni. Le lehet menni simán edzésre is. Így van, tehát megkeresnek minket a Facebookon, kapunk egy üzenetet, általában nagyon gyorsan reagálunk rá, és eligazítjuk az adott korosztálynak megfelelően a gyermeket. A napokban szaladtam bele egy cikkbe, hogy a Budapest Wolves 20 éves, egy kicsit maradtatok csak le tőlük. Így van, mi egy pár hónappal csúsztunk le róluk. Azt tudni kell, hogy 2004-ben, mikor leadták a sporttelevízión a Super Bowlt, akkor egy ilyen robbanásszerű, de ténylegesen robbanásszerű amerikai foci láz ütött ki Magyarországon, és ennek köszönhetően pár hónap alatt több mint 30 csapat alakult. Előtte is volt már Magyarországon amerikai foci a 90-es években, csak 2 darab csapatra korlátozódott ez Budapesten, akik amúgy végigverték Európát, de soha senki nem cikkezett róluk sehol. És gyakorlatilag elhaltak az ismertség hiányában. Úgyhogy nagyjából ez a 2004, ami a következő robbanást hozta elő, és hát azóta folyamatosan töretlen a liga, és folyamatosan fejlődünk. Úgyhogy reméljük, hogy sok csapat lesz. Most már ugye 3 felnőtt divízió van, úgyhogy külföldi csapatok is jelentkeznek már a Magyar Ligába. Tehát akkor itt is megvan az átjárhatóság, mint mondjuk a jégkorong világában, hogy különböző országok csapatai alkotnak egy kisebb ligát, és akkor ott is megy egy versenyfutás. Sokszor tervezte ezt ugye a magyar szövetség, hogy bevonz külső csapatokat, de jelen pillanatban most egy kassai csapat van. Ezen kívül vannak nemzetközi tornák, amire minden évben indul magyar klub. Mi is indultunk 2009-ben, gyakorlatilag Európa kupán második helyet értünk el, kikaptunk Olaszországba, és 2009-ben élőbe adták a mérkőzésünket, ami számunkra egy felfoghatatlan történet volt. És 2 évre rá, 2011-ben pedig megnyertük az Európa kupát, ami azt húzta magával, hogy Európa 18. helyén rangsorolták a Győr Sharksot, ami körülbelül lefordítva olyan, mintha most az Eto'ra azt mondanák, hogy Európa 18. legjobb csapata. Erre mostanában még nincsen esély, kívánjuk, hogy majd legyen. Ha jól értesültem, akkor a magyar első osztályba 6 csapat van jelenleg, ugye? Így van. Ebből 5 budapesti, igen, és mi vagyunk az egyetlen vidéki csapat. Tehát azért ez is sokat elmond, hogy mennyire Budapest központú ez a történet. Ez leginkább az... azért, mert ugye ott van lehetőség. Igen, de ugye ez csak az idei évben alakult így, és én azt gondolom, hogy ez nagyon gyorsan változni fog. Az elmúlt időszakban rengeteg csapat kapott saját otthont. A legutolsó nem olyan régen itt a környékünkön, Szombathelyen, tehát ők a város kellős közepén kaptak egy olyan sportlétesítményt, amit az ő klubuk fog fenntartani, egy óriási lelátóval, nagyméretű füves focipályával, és egy eszméletlen nagy öltöző komplexummal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most már sok önkormányzat és sok szponzor látja, hogy ebbe van ráció, és egyre inkább épül ez a dolog Magyarországon. A kezdeti időszakban hogyan tudtátok mondjuk az edzésmódszereket, vagy a különböző szakmaiságot belevinni, hiszen azért akkor oké, hogy volt már internet, tehát nem az őskorról beszélünk, de azért
nagyon távoli, azaz Amerika innen nézve. Igen, hát nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, ugyanis Budapestről érkezett hozzánk kettő darab edző, akik a már említett 90-es évekbeli csapatnak voltak a játékosai, akik amúgy akkor amerikai edzőktől tanultak, tehát volt fogalmuk róla. Grácz Vili és Boda Gábor volt, aki gyakorlatilag 10 éven keresztül koordinálta a Győr Sharksnak az életét. Nagyon sok srácnak szerintem példakép és ilyen apakép is volt mind a kettejük. Két nagyon nagy különböző személyiségről beszélünk. Az egyikőjük, Grácz Vili, egy ilyen nagyon robbanékony, nagyon akaratos, nagyon agresszív személy volt, és ő úgy dicsért, hogy nem téged dicsért, hanem a másikat szúrta le, és én nekem ez mindig egy ilyen nagy élmény volt, amikor a mellettem lévőt szúrták le, amikor ugyanazt a feladatot kellett csinálni. Illetve a másikójuk Boda Gábor, ő pedig egy ilyen, őt úgy tudnám leírni, hogy ő az a típus, akit kenyérre lehet kenni, egész addig, amíg nem történik valami olyan, aminek ő nem örül. Mert akkor ő viszont egy ilyen atombombaként robbant, és akkor ott fülét, farkát behúzta mindenki, amikor ő beszélt. Úgyhogy nagyjából ők ketten voltak, akik 10 éven keresztül is tápolták itt a srácokat, és gyakorlatilag embert faragtak belőlük. És hogyha jól tudom, most amerikai edzőtök van. Így van, most egy kanadai, magyar származású Leszeredi nevű edzőnk van, aki próbálja egy kicsit itt a csapatot koordinálni. Őről annyit kell tudni, hogy ő neki nagyon nagy sportmúltja van, és ő testnevelő tanár volt Amerikában, úgyhogy nagyjából ő inkább ilyen pedagógus jelleggel tudja segíteni a csapatot, és hát ez nagyon kell ahhoz, hogy az újakat be tudjuk építeni. Rajta kívül pedig 3 amerikai srácunk van, akik mint játékos és mint edző is itt vannak a csapatnál. Például a másodosztályú csapatunk, a harmadosztályú csapatunkat ők viszik egy az egybe, illetve az egyetemi csapatunkat is ők vitték. Ugye nem olyan régiben volt Pécsen megrendezve a második egyetemi kupanap, amit megnyertünk, veretlenül ráadásul. Ugye itt most már több egyetem van benne ebbe a képbe, most 5 egyetem volt, és hát mindegyiküket sikerült magunk mögé utasítanunk. Hova helyeznéd el a magyar válogatottat az európai porondon? Milyen erőviszonyokkal rendelkezünk? Hát egy ilyen top 7. Azért az elég jól hangzik. Igen, igen. Tehát tudni kell, hogy megnyertük a B csoportos EB-t, feljutottunk ugye az A csoportba, és az A csoportban tavaly, ha jól emlékszem, a 2 darab nagyon nehéz ellenfelet kaptunk, Ausztriát és Franciaországot. Hát Ausztria, aki egy picit is jártas az amerikai focibe, tehát a top Európába, amit el lehet képzelni. És hát Franciaország pedig elég sűrűn ott van a nyomában. De nagyjából én ebbe a top 5 és top 10 közé tenném a magyar válogatottat, attól függően, hogy éppen milyen összeállításban tudnak kimenni a pályára. A Győri Sharks következő szezonra milyen tervekkel indul el? Hát a 2024-es szezon nekünk egy óriási újjáépítés, hiszen pár évvel ezelőtt annyira mély gödörben volt az egyesület, hogy szinte játékosunk sem volt. Ezt az egyetemmel való kooperáció folytán ezt ki tudtuk bővíteni, úgyhogy most már ott tartunk, hogy 2 csapatot tudunk kiállítani, 2 szűk létszámú csapatot. Én nagyon remélem, hogy a tisztes helytálláson kívül többet is remélhetünk az idei szezontól, mind a 2 divízióban, ahol elindulunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. A 2025-ös év az egy nagyon nagy kérdőjel számunkra. Ugye mi is most leszünk 20 évesek, és gyakorlatilag a 2025-es szezon az, amit mi 20. szezonként tudunk elkönyvelni. Úgyhogy én szeretném, hogyha ott egy ilyen nagyon nagy robbanás lenne az egyesületnél. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ez megtörténjen, de én nagyon remélem, hogy minél magasabban fogunk végezni. Na hát ehhez nagyon sok sikert, erőt, kitartást köszönjük. Kívánunk. A későbbiekben várunk vissza téged is, illetve az egyesület bármelyik képviselőjét, hogy az beteljesült eredményekről beszélgethessünk. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.